Önkéntes vállalkozókat keresünk egy kísérlethez. Orvosaink egy új vakcinát szeretnének kipróbálni valakin. Embert mindeddig nem oltottak még be vele, éppen ezért nem ismerjük a mellékhatásait. A dolog őszintén szólva korán sem kockázat nélküli. Ugyanakkor az az előnye, hogy a kísérleti személy feltételesen szabadlábra kerül. Biztosan veszem, hogy akad itt még bátor ember, aki nem riad vissza a rizikót. A szabadság reményében Virgil aláveti magát a vakcina kísérletnek, és a kísérlet sikerül. Leszámítva egy aprócska mellékhatást, Virgil néhány órára rabbivá válik. Annak pedig, hogy macest rágva üljük meg a zsidó húsvét ünnepét, az a magyarázat a testvérek, hogy így emlékezünk meg arról az időről, amikor Mózes kivezette Izrael fiait Egyiptom földjéről.